A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm Paletta Kulturális magazinunk nézőit november 1-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai műsorunkban először Prohászka Ottokárra emlékezünk, majd egy beszámoló következik a Schmidl Ferenc építészeti díjak átadásáról. Prohászka Ottokárra emlékeztek születésének évfordulóján. Az emlékmisén Spányi Antal megyés püspök idézte meg a főpásztor emlékét. Székesfehérvár 15. püspökére Prohászka Ottokárra emlékeztek születése 164. évfordulóján a főpásztor tiszteletére épített emléktemplomban. A megemlékezésen Mózesi Gergely gyűjteményigazgató püspöki levéltáros tekintett vissza Prohászka Ottokár életútjának egy fontos fejezetére. Abból az apropóból, hogy 100 esztendeje hagyta ott a nemzetgyűlést Prohászka, ma a politikusi attitűdjét tekintenénk végig, a politikai pályafutását. Prohászka az 1890-es években, akkor, amikor ez nagyon nem népszerű, egy keresztény-szociális programmal lép föl, egy kisebbségi keresztény politika védelmében, az egyházpolitikai törvények által kicsit megtépázott magyar közéletben. Aztán 1906-tól püspökként a Fűrendi Ház tagja, ott korábban a 1890-es években képviselőválasztáson is indul, de megmutatják. A 1906-tól püspökként a Fűrendi Ház tagja, a Fűrendi Ház tagjaként tart parlamenti beszédeket, nem sokat, összesen 4-et, ezzel is a testület aktívabb tagjai közé tartozik. Úgy lehet értékelni a beszédeit, hogy pragmatikusak, tehát ha az ügyet előre mozdítja egy törvényjavaslat, akkor azt megszavazza, de ha elvi fenntartásai vannak valamivel kapcsolatban, akkor azt azért jelzi, és mer önálló hangot megütni, és mer szembe menni a kormányzattal is néha, például a képviselői őrségről szóló törvényjavaslat vitájában, vagy mondjuk a női választójog jogért föllépve 1918-ban. A harmadik politikusi pálya futási szakasz az 1920 és azt követő néhány év. Eddigre a liberális államszervezés és a szocialista kísérlet egyaránt csődbe jutott, csődbe vitt az országot, előbbi háborúba és szétesésbe, az utóbbi egy forradalmi terrorba, és az, amit Prohászka korábban képviselt, egy keresztény nemzeti politika, volt az egyetlen kiút az ország számára. Ennek a kiútnak, a keresztény politikának volt ő egyfajta spirituálisa, ahogy a Schütz Antal mondja. Szokták őt keresztény kurzus programadójának tekinteni, de ez egy nagyon-nagyon rossz kifejezés, inkább jó ez a spirituális. Ebből a lelki programból száll ő le a gyakorlati síkra, belép a nemzetgyűlésbe, Fehérvárnak alulban képviselője lesz, egyhangúan ellenjelölt nélkül, szinte közfelkiáltással teszik képviselővé. 20 nyarától 21 februárjáig még a kormánypártnak is az elnöki tisztét ellátja, de ezt nem tudja egyben tartani. A földkérdésben, királykérdésben ez annyira megosztott, hogy nem lehet egyben tartani, és közben Prohászka hallatlanul csalódik a parlamenti politizálásból. Kiábrándul belőle, úgy gondolja, hogy csak a jelszavakban lát itt kereszténységet, nem az életben, és ezért előbb belül, aztán amikor teheti, akkor már külső fórumon is kritizálja ezt a rendszert, és apostolként kilép arra a síkra, ahol korábban volt, mert azt mondja, hogy a keresztény politikához egy érett keresztény társadalom kell, és az egyéneket kell megváltoztatni, hogy ez sikerülhessen. Az előadást követően Spányi Antal megyés püspök celebrálásával, az egyházmegye püspöki szentmisével és közös imádsággal tisztelgett a nagy előd ma is üzenetértékű munkássága, tanulságos, előremutató gondolatai előtt, amelyeket Spányi Antal idézett meg. A mi világunk sok kérdéssel szembesül, sok kérdés okoz nekünk félelmet, aggodalmat, sok kérdés tesz bennünket elbizonytalanodottá. Nekünk is keresni kell életünk, világunk kérdéseire a választ. Prohászka segít, a lélek tette őt erre predesztináltá. Az egyik nagyon fontos intézmény,
a Világgazdasági Fórum tanácsadója, Yuval Noah Harari, a Jeruzsálemi Héber Egyetem oktatója, új világról beszél, magyarul is megjelent több könyvében. Új világról, melyet új emberek alkotnak. Harari professzort sokan világunk új prófétájának tekintik. Az új világ, melyet nagynevű politikusok, pénzemberek, egyetemi tanítók, világot vezetők vizionálnak, nekem borzalmasnak tűnik. A mai világ prófétája új emberről beszél, akit, hogy jobb legyen nálunk, beültetett szerkezetekkel, csippekkel manipulálnak, aki így tökéletesebb munkát tud végezni, mint az Istentől teremtett ember. Az új ember, akit genetikailag manipulálnak, így bizonyos betegségeket el tud kerülni. Nem kell annyit költeni egészségügyre, de ennek ára, hogy elveszíti azt, ami az embert igazán emberré teszi, érzelmi világa, a másikhoz való hozzáállása és annyi minden, ami az embernek fontos és életünk közt tartozik, elvész. Nagyon furcsa világot vizionál a szerző, melyben megszűnnek a nemzetállamok, az emberek egyetlen célért dolgoznak valami nagy irányító központ döntései szerint. Nem birtokolnak semmit, anélkül is boldogok. Valami megvalósult kommunizmus képét láthatja a szerző. Legtöbbünknek van már tapasztalata ennek valóságáról. Az is világos, ha ilyen lenne az ember, ebből kevesebb is kellene, és aki nem ilyen hasznos, már inkább felesleges lesz, akit lehet hagyni pusztulni. Valami szörnyűséges, veszélyes, elfogadhatatlan kép az új világról, mely már az elmélet szintjén is elborzaszt, rémiszt és aggodalommal tölt el. Igazi falanztel. Huxley könyve a szép új világ ehhez képest kicsi gyerekeknek szóló mesekönyv. De látjuk, ami már itt van, részeként életünknek, világunknak, ami már valóság mindennapjainkban, családjaink, gyermekeink életének része és mindannyiunknak tapasztalata. Hogyan zajlanak és mi célból a fiatalok, sokszor kiskorú diákok tüntetései, ahol a rapperek horog keresztényeknek neveznek bennünket. Hogy manipulálják az embert ma is a gender elmélettel, és hogyan hozzák lehetetlen helyzetbe azt, aki ellent mond, nem csak a nyugati, liberálisnak mondott társadalmokban, hanem már nálunk is. Van iskola, egyetem, ahol már csak egyetlen közös mosdó van fiúknak és lányoknak. Van olyan munkahely már, ahol úgy kell szólítani mindenkit, ahogy ő akarja, nem számít, hogy biológiailag férfi vagy nő, a választott neme szerint kell feléje közeledni, és ez erős törvény, ha megszegését jelentik, büntetendő és munkahelyi fegyelmi eljárást von maga után. Ez Magyarországon van már. Látjuk a családokat ért támadásokat, az emberek politikai és gazdasági manipulációjára tett kísérleteket, a legkisebbek befolyásolását akár az oviskortól kezdve, a szex mindenfölé emelését és a többi problémát, mely aggodalommal tölt el mindannyiunkat. Félünk a háborútól és az energia hiányától, annak megfizethetetlen árától, mely szintén manipuláció és emberek életével való játék eredménye. A 7 millió abortuszt is lehetővé tettük, és most csodálkozunk, hogy kevesen vagyunk. Aggódunk, lesz-e nyugdíjunk,
Ki fogja azt megtermelni, kinek a munkája tart majd el, ha eljön annak ideje. De még tovább hetszelik a nőket, hogy elhiggyék a hazugságot, hogy nekik joguk van magzatuk élete felől dönteni. Ők is obszén táblákkal vonulnak tüntetni, ezt a jogot követelve maguknak, ők dönthessenek élet és halál dolgában. A keresztény hit, Mária, magyarok nagyasszonya tisztelete is, hogyan bántja a hit nélkül élők lelki világát, és azon vannak, hogy ne valljuk meg a hitünket még a népszámláláskor se. Még számadatban se szerepeljünk, tűnjünk el teljesen a világból, lelkünk legbelsejébe visszahúzódva, csöndben és magányosan. Templomokat gyújtanak fel, minap nálunk is. És világszerte a keresztények közössége a leginkább üldözött közössége ma a világnak. Politikai közösségek gyökértelen embertípus megalkotásán fáradoznak, akik ott vannak otthon, ahol könnyebb és kellemesebb az életük. És a gyökértelen ember persze nem fog kiállni semmiért, talán senkiért sem. Neki nem számít a haza, a szülőföld, az anyanyelv, az ősök sírja, a hagyomány. Nagy, nyomasztó súlyú problémák ezek. Pont 100 évvel ezelőtt, 1922. októberében Ruhászka Ottokár püspök az aradi vértanúk emléknapján beszédet mondott. A püspök szavai ma is aktuálisak. Mert az evangéliumból indul ki, ezért szavai nem is lehetnek mások, csak mindig aktuálisak. Érdemes figyelnünk a beszédre, melyet elhangzása után sokan és élesen kritizáltak. A beszéd elhangzása idején a korabeli egyetemista ifjúság már néhány napja tüntetett. A politikai életben is nagy volt a mozgolódás. A különböző ellenzéki liberális csoportok összefogásával sokat foglalkozott az akkori sajtó. Ruhászka püspök az elfajult liberalizmus ellenfele volt, miközben elismerte, méltatta a nemzeti liberalizmus vívmányait. Nem véletlen tehát, hogy beszédében a liberális mozgolódásra is kitért, és ezek a szavak tanulságosak lehetnek számunkra, akik a magunk hasonló problémáival küzdködünk. A püspök azzal kezdte beszédét, hogy az aradi vértanúk emléknapja elsősorban a magyar ifjúság ünnepe, mert mindhalálig való hűség, rendületlenség és kitartás az erkölcsi győzelem diadalmának szimbóluma. A vértanúk halála óta sok minden történt, folytatta a püspök, és utalt az 1818-19-es forradalomra, a tanácsköztársaság általa is megszenvedett nehéz napjaira és vérengzésére. A kommunista diktatúra bukása után eljött ugyan a föltámadás, mondja, de 3 év múltán visszatért az egész magyar nem törődömség és nem bánomság, meglazultak a sziklaszilárd alapelvek. Ezt követően így fogalmazott a püspök. Én sem vagyok a mai nemzedék, de azt mondom nektek, ebben a hanyatló mai nemzedékben ne bízzatok. A liberális szellem mérgétől métejezett, azt mondanám, hogy veszésre agyonmart nemzedékben az ifjúságnak, mely a hit alapján, a munka alapján, a nemzeti ellenállás alapján áll, nem szabad bíznia. Ruhászka arra biztatja a fiatalságot, hogy álljon a nagy eszmények, a nagy eszményiségek, a nagy fenségek hitelvének alapjára. A legfontosabb a püspök szerint a keresztény eszményiségnek, a hitnek az alapja. Hozzáfűzte, hogy a tudományt tisztelni kell, de az nem elfogadható, hogy a tudomány hitetlenség legyen.
Prohászka szerint tiszteletet érdemel az a liberalizmus, amely egyenlő jogokat, a tehetségek érvényesülésének jogát hirdeti, de a liberalizmus ürügye és rossz értelmezett lobogója alatt jött ide a hitközöny, a hitetlenség, a szabadkőművesség. Bejött az a szektáriánus szellem, mely Magyarországot alapjaiban megrendítette. A püspök a rossz szabadságot, ahogy ő fogalmazott, a szabadosságot ostorozta. Szeretjük a kultúrát, de értsük meg, hogy a nyugati kultúra lelke a szent kereszténység. Mi akarjuk a szent népszabadságot és haladást, de akarjuk alapját, akarunk alája alapot, gyökeret. Nekünk az erkölcsöt a szent kereszténység adja. Ezek után a püspök programot is ad. Elsőként a keresztény hit fontosságára hívta föl az ifjúság figyelmét, majd azt fejtegette, hogy a keresztény erkölcsben magát kiművelt ifjúságot a hazai föld alapjára akarjuk állítani. Ez pedig azt jelentette, hogy nem csak a közéletben, hanem a gazdasági életben is sürgette a keresztény ifjúság térhódítását. A magyar ifjúságnak tehát az a feladata, hogy ezt a munkát elvégezze. Prohászka fölhívta az ifjúság figyelmét arra, hogy dolgozzék önmagán, vagyis minden ifjú végezze el a felsőbb etikai és pedagógiai folyamatot, melyet öntudatos embernek meg kell indítania és végeznie kell önmagán. Minden ifjú legyen tiszta, legyen harcos, legyen tükrözése azoknak a felséges, hatalmas elveknek, melyeket a kereszténység sugároz bele a világba. Fontos szavak ezek. Az ifjúságot a magán elvégzendő lelki erkölcsi megújulásra buzdította, mert szabadság csak ott van, ahol alapja is van a szabadságnak, márpedig ez az alap a szent kereszténység. Magyarországot nem bízhatjuk másra, mint magyarokra, figyelmeztette az ifjúságot. Mi nem gyűlölünk senkit, mi vagyunk olyan keresztények, hogy a gyűlölet az idegen nekünk. Senkit sem gyűlölünk. Magyar ifjúság, szeresd magadat, szeresd jövődet, szeresd hazádat, és szeresd a magyar nemzetet. Szeresd, nagyon-nagyon. Spányi Antal beszédében kiemelte, Prohászka Ottokár a nagyhatású igehirdető és gyóntató, a távlatokban gondolkodó főpap, lelkiíró, elkötelezett élete vitán felül áll, amely a jelen és a jövő nemzedéke számára is példa kell, hogy legyen. Átadták a Schmidl Ferenc építészeti díjakat. Idén Novák Robert okleveles építészmérnök, Ács Miklós és Kovács Krisztina építészmérnökök vehették át az elismerést a Hímerházban megrendezett ünnepségen. A Hímerház dísztermében ünnepélyes keretek között adták át a Schmidl Ferenc díjakat. A Székesfehérvár város önkormányzat által 2014-ben alapított elismerést azoknak az építészeknek ítéli oda a szakmai grémium, akik 1990 után létrejött alkotásukkal hozzájárultak a település városképének fejlődéséhez, építészeti kultúrájának előmozdításához, az épített környezet minőségének javításához. A Schmidl Ferenc díj az éppen ezt a törekvést igyekszik szakmailag visszaigazolni. Azért mondom, hogy szakmailag, mert a közgyűlés hoz ugyanis döntéseket, de közben a szakma az, amelyik javaslatokat fogalmaz meg, hogy mely épület vagy épületek tervezőit érdemes ezzel a díjjal kitüntetni és a munkájukat elismerni, éppen például azért, mert sikerül összehangolni egy történelmi belváros csodáit épített örökséget tekintetében, valamilyen modern épület résszel funkciójában is, tartalmában is, megjelenésében is. Ma olyan tervezőknek adjuk át ezt a díjat, hiszen nem is egy, hanem három díj kerül átadásra két épület tervezőinek, amely épületek szerintem tervezőivel együtt, fenntartóikkal, beruházókkal együtt csak dicsérhetőek.
dicséretet érdemelnek, ez pedig a Szent Imre iskolának a bővítését, kiegészítését, felújítását jelenti, a másik pedig egy lakóépületnek a szintén a belvárosba történő megvalósítását, és talán egy kicsit szimbolikus a város életében, hogy középület és egy lakóépület, mert valójában miből áll a város? Középületekből és lakóépületekből. Két gyönyörűvel gazdagodott Székesfehérvár belvárosa, és nagy öröm, hogy megtiszteltetés, hogy ezeknek az épületeknek a tervezői részére most ezt a díjat átadhatjuk. Az egyházmegye számára kiemelten fontos volt a Szent Imre általános iskola felújítása, hiszen a tervek szerint a jövőben már gimnáziumként is működik az intézmény. Nagy öröm számunkra először is az, hogy a Szent Imre iskola után olyan nagy volt az érdeklődés, hogy azon kellett gondolkodnunk, hogyan tudjuk az iskolát alkalmassá tenni nagyobb számú diákság befogadására. Ez a gondolkodás oda vezetett el bennünket, hogy úgy éreztük, képesek vagyunk és tudunk ebben az iskolában egy gimnáziumot is elindítani, és ilyen irányba is kibővült az iskola. Amit építeni kellett, az egy nehéz kihívás volt, hiszen a műemléképülethez nem szabad és nem is kívántunk hozzányúlni, viszont mégis kellett tereket nyernünk, kellett valamiféle szépet alkotnunk, amivel a város is gazdagodott, amelyben a gyerekek is jól érzik magukat, és amelyben a szülők is úgy érezhetik, hogy valami szép helyen növekszik, valami szép helyen épül és okosodik az ő gyermekük. Nagy öröm számunkra, hogy ennek az iskolának a bővítése így sikerült. Gratulálok a művészeknek, gratulálunk a kivitelezőknek. Schmidt Ferenc építészeti díjjal ismerték el Novák Róbert, okleveles építészmérnök munkáját, aki a Várkörúton épült impozáns belvárosi rezort többlakásos lakóépület építészeti megformálásával alkotott maradandót Székesfehérváron. Mindig nagy kihívás és nagy feladat, amikor egy ilyen történelmi belvárosi helyszínre kell épületet terveznünk, főleg egy olyan helyszínre, amit önmagában már nagyon patinás épületek vesznek körül, és műemléképületek is vesznek körül. Első lépésként mindig felszoktuk térképezni a környező épületeket, részletes felmérést készítünk a környező épületekről, magasságról, szerkezeti állapotukról, ezeket mindig utána felvisszük egy háromdimenziós térképre, hogy be tudjuk a leendő épületeket illeszteni ebbe a környezetbe. Vizsgálatokat teszünk a homlokzati kialakításra, tájolásokra közvetlen az épületeknek, hogy a mi épületünk ne zavarja ezeknek a meglevő épületeknek már a benapozottságát, vagy az ott lakó embereknek ugye ne sérüljön az életminősége. Ez a terület, amire a társasházat terveztük, ez régen egy várárok húzódott ezen a területen, ez egy nagyon vízes, ingoványos terület volt, rengeteg feltöltéssel. Ilyen épületet tervezni egy ilyen területre mindig nehéz feladat és nagy mérnöki munkát kíván, főleg azért, mert az itt lakó embereknek ugye mélygarást kell építeni. Fehérváron egyedülállóan itt kétszint mélygarást építettünk egy ilyen területre, ami egy nehéz műszaki feladat volt, ugyanis rengeteg feltöltést kellett innen elszállítani, valamint a talajvízszintet szinte, a mértékelő talajvízszintet már a földfelszínen határozták meg. Még nehezítette ezt a körülményt, hogy a környező épületek olyan épületek voltak, mint például az Árpád-fürdő meglevő alapozással, valamint mellette az iskola meglevő alapozással, és ha ki szeretnék itt ásni mondjuk kétszint mélygarást, akkor ezeket az épületeket idegenesen meg kell támasztanom. Ez egy nehéz mérnöki munka. Ezt egy résvalas technológiával, amit még Fehérváron nem volt, oldottuk meg. Budapesten már alkalmaznak ilyen technológiákat, Székesfehérváron először került ilyen technológia alkalmazása. 14-15 méterre mentünk le a második vízzáróagyag rétegig ezzel a résval alapozással, és ezeket hátrahorgonyoztuk, ezt a résvalat az épületek alá, ideiglenesen, hogy kiemelhessük az épület alaplemezéhez, illetve a garázshoz szükséges földet, és utána megkeresztessük az épület szerkezetépítését, egy kétszint vízzáró betonból készült mélygarást. Igazából, amikor ez a mérnöki munka már megvan, és kitaláltuk, hogy tulajdonképpen hogy álljon meg a ház a környező épületek mellett, és hogyan tudjuk megóvni a környező épületeket,
és nem teszünk különbséget, hogy most melyik épületről van szó. Utána kezdődhet el igazából a tervezési munka, a lakóépület tervezési munka, és egyeztetés tulajdonképpen a várossal, és a város szövetébe való beilleszkedéssel, hogy a város hogyan képzeli el ezen a helyen az épületet, az épület közlekedését, az épület előtti közlekedését, az emberek közlekedését a környezetben. Ezt az épületet például úgy terveztük meg, hogy két irányból is a park felül, illetve a Várkörút felül is bejutást tudunk biztosítani. Hogyha később kialakul majd egy városszövetbe illeszkedő keresztező útvonal, akkor ennek ne szabjunk átot, és meg tudjuk nyitni a belváros felé igazából a Várkörutat. Ugyancsak Schmidt Ferenc építészeti díjban részesült az Ács Miklós és Kovács Krisztina alkotópáros a Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvoda bővítésének és felújításának magas színvonalú alakításáért. Az alkotók karrierjük kezdete óta számos közös munkában vesznek részt, korábban a Várfalépítész Iroda Kft.-ben, majd külön tervező szervezetekben, de mindvégig együtt alkotva. A munka alapvetően egy tetőtérbeépítéssel indult, és ahogy így elkezdtünk foglalkozni a feladattal, úgy nőtte ki magát, mert a Don Miklósnak. Tehát tulajdonképpen az volt ebbe a feladatba az igazán jó, és talán abból jött létre ez a tényleg jó minőségű dolog, hogy nem voltak kötöttségeink, és szabadon gondolkozhattunk azon, hogy hogyan fogunk ehhez a munkához, és szerintem ez vezetett arra, hogy tényleg ez az épület jó lett. Megerősítést jelent ez önöknek az elismerés, illetve mindaz, ami azóta történt, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a gyerekek, illetve a pedagógusok is rendkívül elégedettek. Mindenféleképp, és a legnagyobb öröm számunkra az, hogy a sok pozitív visszajelzés, hogy a szülőknek, elsősorban a gyerekeknek, a tanároknak és a szülőknek is nagyon tetszik az iskola, és szeretnek oda járni, még jobban szeretik az épületet. Még a kötöttségekhez annyit tennék hozzá, hogy ez a nagy szabadság, ez a tervezésben volt, de mivel műemléki az épület, rengeteg kötöttség volt benne. És pont ez a feszültség, hogy nagyon sokat kellett, sok kompromisszumot kellett kötni, meg alkalmazkodni. Ebből jött ki egy nagyon izgalmas szituáció, ahogy párbeszédet folytat a régi épület az újjal, a hagyomány, a mai kortárs modern technikai dolgokkal, és pont ezért szeretjük. Nagyon nagy kihívás volt a feladat, és nagyon megszerettük. Még én annyit szeretnék mondani, hogy ugye ezt az épületet, az eredeti épületet Fábián Gáspár irodája tervezte annak idején a 30-as években, és szerettünk volna mindenképpen méltó lenni ahhoz az építészeti színvonalhoz, ahogy ez az épület létrejött, és hát remélem, hogy sikerült ezt a színvonalat meglépnünk. Főépítész számára külön öröm, hogy idén mindkét elismeréssel székesfehérvári alkotókat köszönthettek. Szakmai értékelése alapján a díjazott épületekre a mértéktartás jellemző, és egyszerre felelnek meg a beruházás szempontjainak, valamint a történelmi belváros örökségvédelmi és város szerkezeti kihívásainak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.